Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, Advent negyedik vasárnapja van. Néhány pillanat múlva meggyújtom az adventi koszorunkon a negyedik gyertyaszálat. Az első gyertyaszál meggyújtásakor keresztségünkre és a bérmálásunkra emlékeztünk, a második gyertyaszál meggyújtásakkor hálát adtunk a Jóistennek azért, hogy a bűnbánat szentségében újra és újra megbocsát nekünk, a harmadik gyertyaszálkor pedig a reménység, az öröm, a betegek szentségéért adtunk hálát, illetve azért, hogy Isten újra és újra megerősít bennünket irgalmas jóságával, a szentségeken keresztül, kiváltképpen a kiengesztelődés a bűnbánat szentségén keresztül. A negyedik gyertyaszálkor pedig adjunk hálát azért a szövetségért, amelyet kötött velünk az Úr Jézus Krisztus, akár az eukarisztián keresztül, emlékeztünk erre ugye a elmúlt hetek során, akár a bűnbánat szentségén keresztül, kiváltképpen a keresztség szentségén keresztül, miként mint említettem, de van egy olyan szövetség, amely közöttünk áll fönt, az Isten és ember között, és ember és ember között, bár minden szövetségnek az alapja Jézus Krisztus. Egyik a papság szentsége, szabad ezt mondani, az egyházi rend szentsége, a másik pedig a házasság szentsége. Ezért adjunk hálát a Istennek, és ebben imádkozunk a pap és a szerzetes hivatásokért, illetve házasságban élőkért, házasságra készülőkért. Adja Isten, hogy boldog, szép, életszentségben járó, arrafelé törekvő papok, szerzetesek legyenek, így készüljenek szent hivatásukra a fiatalok, illetve szent életet éljenek és életszentségre törekedjenek a házasság szentségében élők, illetve arrafelé törekvők. És akik még nem rendezték kapcsolatokat Isten színe előtt, igyekeznek ezt megtenni, ha csak valami egészen különleges, objektív akadálynak nincsen. Kedves testvérek, így gyújtsuk meg a negyedik adventi kis gyertyánkat a koszorunkon. Nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik a telekommunikációs eszközök segítségével kapcsolódnak bele a szentmisébe, és így kísérik figyelemmel, imádságos lélekkel Jézus legszentebb áldozatának a bemutatását, és lélekben járulnak szent áldozáshoz. Kedves testvérek, a szentmise áldozatot elmond szülőkért és testvérért ajánljuk föl, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepeljük megváltunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, ha sokszor én sokat védkeztem gondolattal, szóval. Thank you.
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a mi bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a szentedekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Sámuel második könyvéből. Amikor Dávid király már a házában lakott, és az Úr nyugalmat adott neki körös körül minden ellenségtől, a király így szólt Nátán prófétához. Nézd, magam cédrusfából készült házban lakom, az Úr ládája meg sátorban lakik. Erre Nátán ezt mondta a királynak. Tedd meg mindazt, amit szándékozol, mert veled van az Úr. Még azon az éjszakán történt, hogy az Úr szózatot intézett Nátánhoz. Menj, és mondd meg szolgámnak, Dávidnak. Ezt mondja az Úr. Te akarsz nekem házat építeni lakóhelyül? Elhoztalak a legelőről, a juhok mellől, hogy népem Izrael fejedelme légy. Veled voltam minden vállalkozásodban, és minden ellenségedet megsemmisítettem előtted. Nagy nevet szereztem neked, olyat, mint a föld nagyjaié. Népemnek, Izraelnek is meghatároztam egy helyet, és oda telepítettem. Ezen a helyen lakik majd, és nem fogják többé háborgatni. A gonoszok sem szorongatják, mint kezdetben, attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népem Izrael fölé. Megszabadítalak minden ellenségettől. Azt is közli veled az Úr, hogy felépíti uralkodóházadat. Ha aztán napjaid betelnek, és megtérsz atyáidhoz, fölemelem magvadból származó utódodat, és megszilárdítom királyságát. Az ő atya leszek, ő meg a fiam lesz. Házad és királyságod örökké fennmarad színem előtt, és trónod mindörökké szilárd marad. Ez az Isten igéje. A Zsoltár válasza, hadd énekeljem örökké Urunknak irgalmas jóságát. Hadd énekeljem örökké Urunknak irgalmas jóságát. Az Úr irgalmáról énekelek örökkön örökké, hűségedet nemzedékről nemzedékre hirdeti ajkam. Így szóltál, irgalmam szilárdanál mindörökké, valóban a te hűséged erős, miként a mennybolt. Hadd énekeljem örökké Urunknak irgalmas jóságát. Választottam ma a szövetséget kötöttem, megesküdtem szolgámnak, Dávidnak. Megerősítem ivadékodat örökre, és megszilárdítom trónodat nemzedékről nemzedékre. Hadd énekeljem örökké Urunknak irgalmas jóságát. Így szólít engem, Atyám vagy nékem, Istenem és üdvöm sziklája. Irgalmam iránta örökké megmarad, szövetségem hűsége nem szűnik meg. Hadd énekeljem örökké Urunknak irgalmas jóságát. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Istennek hatalmában áll megerősíteni benneteket evangéliumomban, a Jézus Krisztusról szóló tanításban, annak a titoknak kinyilvánításában,
amelyre ősidők óta csend borult, de amelyet most az örök Isten parancsára a proféták írásai kinyilatkoztattak, és minden nemzet előtt ismertté tették, hogy így a hit befogadására eljussanak. Neki, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön örökké. Amen. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt József egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt. Üdvözlégy! Kegyelemmel teljes, az Úr veled van, áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára már ez zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta, ne félj, Mária, hiszen kegyelmet találtál Istennél, mert íme gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, és Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt, hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek. Az angyal ezt válaszolta neki, a Szent Lélek száll le rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled születik. Isten fiának fogják őt hívni, lásd rokonod Erzsébet is gyermeket fogant öregségben, sőt, már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Mária erre így szólt, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavait szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéje. Kedves testvérek! Háromszázhatvanöt napból áll egy
év, bár vannak szökévek, ugye, soha nem értettem kizsirekkorom, hogy mit jelent az, hogy szökő év, hát hova szökik el az a szegény év. Hát vannak szökévek, ugye szegény február hónap, ilyen, hogy hol így, hol úgy van, egy hány napos, 28-29 napos. Igen, ennyiszer szerepel a Szentírásban a ne félj. 365-ször. És a mostani angyal üdvözletkor is ezt hallottuk az angyaltól Mária felé, Isten üzenetét hordozván, ne félj, ne félj. Kedves testvérek, nem csak Máriának szól ez az üzenet, hogy ne félj. Nekünk is szól, igaz? A Szentírásban sokszor szerepel, mint előbb említettem, a 364-et most nem fogom idézni, néhányat azonban azért nagyon nagy örömmel szeretnék megosztani önökkel, mikor Zakariásnak mondja az Úr angyala Erzsébet férjének, azt mondja, ne félj Zakariás, mert imád meghallgatásra talált. Feleséged Erzsébet fiút szül neked, s Jánosnak fogod őt nevezni. Tehát mint Mária felé mondja az Úr angyala, mint Zakariás felé mondja az Úr angyala, ne félj. Valószínűleg nekünk is mondja, hogy ne félj. A színeváltozás akkor, keljetek föl, és ne féljetek. Akkor megrettennek az apostolok, Péter, Jakab és János, mint látják Jézust ragyogó ruhában, tündöklő arccal a színeváltozás hegyén. Ne féljetek. Az aggódó ember nagyon sokszor fél, és szeretnék még egy-két idézetet azért csak mondani. Jelenések könyvében olvassuk, ne félj a rád váró szenvedéstől. Az ördög néhányatokat fogságba vett, hogy próbára tegyen benneteket. Megpróbáltatásotok 10 napig tart. Légy hű, mint halálig, s neked adom az élet koszorúját. Ez Jelenések könyvének a második fejezetében szerepel, ott is a 10. sorban, tehát ne félj a rád váró szenvedéstől, légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koszorúját. Az Ószövetségben ott is egy jó párszor szerepel, 2. törvénykönyvben, legyetek bátrak és erősek, ne féljetek, és ne rettegjetek tőlük, mert az Úr, a te Istened veled van. Nem fog elhagyni, sem pedig cserben hagyni. Hányszor tesszük föl ezt a kérdést, kedves testvérek, hogy hát cserben hagyott-e az Úr? Nem hagyott cserbe, talán próbára tesz bennünket bizonyára, de ő soha nem hagy cserben. Új örök szövetséget kötött Jézus Krisztusban az Isten velünk. Nem tud cserben hagyni, nem cserben hagyásos gázoló. Bár sokszor talán így éljük meg, mint szegény Jób, ugye, ki keserget és jajongott, de nem szakadt el az Úrtól. 27-es Zsoltárban imádkozzuk, világosságom és üdvösségem az Úr, kitől félnék? Életem oltalmazója az Úr, kitől rettegnék? Ez Pál apostolnak a mondata, kiáltása idéződik föl bennünk, ha Isten velünk, akkor ki ellenünk? Ugye? Egy az Jeremiás profita könyvében olvashatjuk, 1. fejezet, 8. sor, akkor meghívja az Úr Jeremiás prófétát. Vagy ugye ehhez kapcsolódik Máté evangéliumában a 10. fejezet 28. sorában, akkor azt mondja, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, a lelket azonban nem tudják megölni, inkább attól féljetek, aki a kározatba vetve testet is, a lelket is el tudja pusztítani. Vagy Lukács evangéliumában imádkozunk, vagy imádkozó olvassuk a 12. fejezetben, azt mondja Jézus, még a fejeteken a hajszálatokat is
mind számon tartja már az Isten. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Vagy amikor Jézussal találkoznak az apostolok a viharzó tengeren, így bátorítja őket, én vagyok, ne féljetek. Én vagyok hát a szívedben, lelkedben, a mi szívünkben, lelkünkben, ne félj. Ez nem andorító, félelemmentes élet, ez maga a valóság. A valóság Krisztusban van, a félelemmentes élet, az aggodalommentes élet. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne imádkozzunk, hogy ne küzdjünk azért, hogy igen, rá akarom bízni önmagamat az Istenre. Ez nem egy automatizmus, hanem ez egy állandó, belső harc kiszabadulni az aggodalmaink, félelmeink szövevényéből, és belehelyezni életünket Krisztus által a mennyi atya életébe, lelkébe, kezébe. Atyám, a te kezedbe ajánlom az én lelkemet. Imádkozz a Jézus, mikor haldoklik a kereszten, miértünk, példát adva. És emlékezünk vissza, amikor Szent II. János Pál pápát ugye megválasztották, így kezdte ünnepi beszédét, ne féljetek! Kedves esérek, föl kell tenni a kérdés magunkban, hogy ebben a nagyon sok szempontból egyáltalán nem félelemmentes világban törekszem-e arra, hogy Isten vezérelje az én életemet. Előbb imádkoztuk, olyan szép ez a Zsoltár, 88-as Zsoltár, a üres újra visszatérő refrén, hadd énekeljem örökké Urunknak irgalmas jóságát. És valahogy ezt kellene nekünk is énekelni. Irgalmam szilárdan áll mindörökké. Irgalmam szilárdan áll mindörökké. Az Úr irgalma eredményezik lelkünkben azt, hogy nem félünk, és aggodalmaskodunk, illetve törekszünk erre. Mint hogy a Sámuel könyvében imádkoztuk imént, illetve olvastuk, veled volt a minden vállalkozásodban. Minden nap újra és újra helyezzük Jézus kezébe életünket, hogy félelemmentesen tudjunk élni. Zúdul ránk a világban lévő sok-sok probléma. Már untalan hallgathatjuk, hogy ez a nyomorult vírus, ez mit eredményez a világban, közvetlen környezetünkben, szinte mindenkinél van beteg, talán súlyos beteg, vagy talán meg is halt. Biztos nem az Istentől van. Biztos, hogy ez az egész valami szörnyű fondorlatosságnak a gyümölcsemet, ez úgy magától. Biztos, hogy nincs. De van egy nagyobb Úr, mint ez a nyomorúságos vírus. Az Istenben való lét, az az igazi menedék. Annyira szép a 90-es Zsoltár, szárnyai alatt oltalmazva véd az Úr bennünket. Persze fontos az oltás, meg a ilyen oltás, fontos. De legfontosabb oltás, mint már említettem többször, maga a keresség szentsége. Beleoltottunk az élő szőlőtőbe, mint szőlővesszők, hogy ő általa, ő vele, és ő benne tudjunk élni. Annyira szép, amikor a Szentmisén, a kánon végén, a nagy fölajánláskor, fölmutatáskor imádkozza a pap, Krisztus fölemelve, de benne a hívek közösségének szívét, lelkét, mondhatjuk az egész világot. És ez egyébként csak itt reklámnak mondja, hogy a paphívatásnak egyik gyönyörű, szép momentuma, akkor fölemeli Krisztust. Nem a kenyeret és a bort, Krisztust. És benne az egész teremtett világot. A pap, vagyis maga Krisztus,
És azt mondja a pap, ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben. Hát ez az az egység a Szent Háromságban, amelyet már itt megélhetünk. A félelemmentes élet. Benne való élet. Annyira szép Jézus gyötrelmek között imádkozik, vért verejtékezve, hát a Getsemáné kertben. Igaz, mondja, hogy ha atyám, ha akarod, múljon ezzel a kehely tőlem, de hát ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. A tiéd. Legyen meg a te akaratod. És azt mondja Jézus, miként én, atyám, te benned vagyok, s te én bennem, úgy elhigy, úgy legyenek ők is egyek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Nos, ezt az egységet kell tehát megélnünk. Jézus által, az atyában, a Szentlélek által jelenvalóvá tenni Jézus életét, Jézus személyét a világ számára. Hogy tudjuk hirdetni, hogy az én országom nem e világból való. Az e világ országa, ott küzdés, vér, áldozat, betegség, gyötrelem, hazugság, mindenfajta borzalom uralkodik. Mi az új országnak, Isten országának vagyunk, a polgárai, szentek közösségnek vagyunk a reménybeli tagjai. Félelemmentes élet. Persze ez nem azt jelenti, hogy felelőtlen élet. Nyilván nem azt jelenti, hogy az ember bármit, bárhogy elkövethet. Ezt mondja is Pál apostol, hogy hát Isten ment. Ez nem azt jelenti, hogy védkezzünk csak szabadon, de egészen más jelent. Azt jelenti, hogy alapvetően, legalapvetőbben az életem Isten kezében van. Isten kezében van. Ő az, aki oltalmaz, az a védő háló, aki ide beleesek, vagy ő hordoz engem. Azt mondja több helyét, én hordoztalak téged. Annyira szép ez a, főleg Ószövetségben kerül elő ez a kép, hordozlak téged. Na de hát ez a kép az, amely előkerül, amikor Jézus, mint jó pásztor áll előttünk, és azt mondja, elmegy, és megkeres azt az egy elveszettet, amelyik ott didereg a rettegésben, kitéve a halálnak, halál sötét völgyében, ugye? A jó pásztor elmegy, és megtalálja, vállára veszi. És most már oltalom, védelem alatt van. Vagy amikor a tékozó fiú battyog hazafelé, teli aggodalommal, az ó ember, majd találkozik az irgalom forrásával, az atyával, és megnyugszik az ő lelke. Ugye többen mondják, hogy ez a tékozó fiú voltak éppen Jézus Krisztus, aki értünk, ami bűneinkért vállalta ezt a számkivetést, azonosult velünk, bár bűnt nem követett el, és az atya házába visz bennünket. Annyira szép ez a kép. Nem vagyunk magunkra hagyva földi zarándokutunk során. Ne félj, én veled vagyok. Emlékszem, gyerek voltam, és kisfűszálláson volt apukám, ugye ott dolgozott, hát nem akartam közelebb dolgozni, ott volt ügyvéd, és hát elég szegényes körülmények között albérletben lakott, minden kis pénzt hazaadott a családnak, és hetente tudott hazajárni, és nyaranta, olykor nem mentem hozzá, és az ágya fölött ott egy jó nagy kép, egy kiírás, két kép volt, volt egy Krisztus arc, meg egy feszület, és egy nagy kiírás, ne félj, csak higgy. És mellette egy kép, hogy az angyal óvja azt a kicsi-kicsi gyereket, biztos, hogy látták már százfajta képen ezt a fajta képet, ugye az angyal védi a két kis gyereket a botorkának a hidon keresztül. Ne félj, csak higgy. És akkor kérdeztem apámat, hogy hát ez mit is jelent ez?
elmagyarázta neki. És annyira jó volt, hogy őtől hallani, hogy számára mit jelent ez. A legfőbb tanítók, igenis a szülők. A legfőbb hitre nevelők a szülők. Nagyszülők, közösség, persze család, aztán később a kortárs közösség. Ne féljünk tanúságot tenni hitünkről. Ne féljünk attól, hogy válasszunk azoknak, akik kérdezik, hogy miért tudunk mi bizakodni. Álljunk vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan, hogy megerősítsük a rogyant térdjüeket, ugye, hogy Pál apostol mondja, hogy új erőre kaphassanak, és velünk együtt folytathassák a zarándokutat. Hogy a sötétség és halál országából meghívjuk az embereket, a szomorúság, a halál barbarizmusából, a félelem országából, a fény, a szeretet, az Isten való közösség és az egyház való közösség boldog zarándok útjára. Ne félj! Amen. Hiszik az egy Istenben. Kérítésérém a mennyi atyát, hogy a megváltás titkának felismerése erősítse hitünket, és irányítsa cselekedeteinket. Adj erőt, Urunk, egyházadnak a hit megvallására, hogy a világ felismerje általunk a megváltás örömhírét. Én téged hallgass meg minket. Add, Urunk, papjaidnak apostoli buzgóságot, és erősíts meg őket, hogy fáradhatatlanul hirdessék tanításodat. Fékezd meg a háború pusztító erőit, hogy békesség szálljon az egész világra. Erősítsd meg a szűzanya közbenjárására minden nő lelkében az anyai hivatás megbecsülését és szeretetét. Add meg a szenvedőknek, hogy az üdvösség reményéből erőt merítve viseljék keresztjüket. Adjunk örök boldogságot elhunyt szülőknek és testvérnek, kikért a szentmisét fönajánljuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adunk kegyelmedet egy beteg testvérünknek, Aracki Andrásnak, aki gyakorlatilag élet-halál között van már hetek óta a vírus következtében. Add meg, Urunk, a gyógyulás kegyelmét neki és minden betegnek. Hallgass meg, Urunk. Adrunk kegyelmedet, hogy mint Szent József bíboros, parászkodtok Kár és Mártonáron püspökök, Kassap István és Bogner Mária Margit, mennyei közbenjárás által megújjon hazánkban a hit és az erkölcs, és valamennyiket mielőbb a boldogok között tiszteljük. Mindenható Istenünk,
Erősíts meg minket szent lelked által, hogy a Szent Szűz példájára mi is készségesen teljesítsük akaratodat, Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a minden ható Atya Isten előtt. Kérünk, mennyei Atyánk, hogy ugyanaz a Szentlélek, aki a boldogságos Szűz Mária méhét eltöltötte égi erejével, szentelje meg oltárodra helyezett áldozati adományainkat, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl a szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Őt előre hirdette a proféták szózata, és kimondhatatlan szeretettel hordozta a Szűzanya. Az ő közeledtét jelezte keresztelő János, majd bizonságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett. Ő megadja nekünk, hogy születésnek ünnepét örvendezve várjuk, és így imádságban virrasztva, dicséretében újongva találjon minket. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hozanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hozanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet,
hogy számunkra a mírunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, s hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházas sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkkel és mindazokkal, akik irgalmadban bízva távoztak el ebből a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunk a nagy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyességével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részese lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj egyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézz, hanem egyházad hitét, és őrizd meg egyházad a szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, kész és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Isten báránya. Isten báránya. Ima az Isten báránya, ima, aki elvesz a világ bűneit, boldogok, kiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, magunkhoz vettük örök megváltásunk zálogát,
Kérjük, hogy minden inkább közeledik karácsony ünnepe, annál nagyobb odaadással készüljünk Szent Fia csodálatos születésnek méltó megöneplésére, ki él és uralkodik mindörökké. Hirdetés szögét szokásos módon olvashatják a szórólapon, vigyék magukkal, illetve az egyházközségi honlapon is fellelhető. A szentmisék rögzítése úgy szintén a Bata plebánia és a Noé zenekarnak a honlapján fellelhetők, illetve az én Facebook oldalamon is van jó pár oldal, de ott megtalálják, terjesszék. Bíztatom a kedves esereket, hogy imádkozunk egymásért, rózsafűzért, lélekáldozást, lelkiáldozást, aki tud jönni el misére, nek módja és lehetősége van, és illetve fohászkodjunk egymásért, Isten irgalmáért. Már most mondom előre, kedves esérek, mindenki kérdez, hogy mint lesz majd Szenteste. Úgy lesz, hogy 4 órakor lesz Szent Misa a Szent László plébánia templomban, 6-kor pedig itt a Szent István templomban. Tehát bármit is hirdetnek majd az elkövetkezendő napokban, ugye, elvileg 21-én lesz majd közzététel, hogy is lehet, mint is lehet, mi így fogjuk tartani, úgyhogy szerintem nem ez a legnagyobb baj, hogy 4-kor lesz a Szent Mise a faluban, vagy 10-kor, vagy pedig 6-kor itt, vagy éjfélkor. Sokkal nagyobb baj, hogyha lélekben nem készülünk föl, Szent Jónással, benső megtéréssel, imádsággal. Az imádságnak óriás ereje van, kedves testvérek. Unosuntalan azt mondjuk, hogy fertőtlenítsünk. Ez valóban így van. De még fontosabb az, hogy lélekben legyünk készek. És én nagyon bízom abban, hogy és írtsa jól mindenki, és ezt nagyon jó, hogy ezt a kamerák veszik, és szerte tudom kürtölni a világba, hogy ha semmit nem ér az egész, mondja Jézus, hogyha csak a testünket akarjuk megmenteni. A lelkünket kell megmenteni. És nagyon örülnék annak, hogyha mind többen jönnének el a templomba, akik keresztények vallják magukat, és nem betegek, nem aggok, nem veszélyeztetettek, és a többi, és itt találnának igazából megújulást. Tehát nem a pénz fogja megoldani a világot, nem a vakcina fogja megoldani a világot, Jézus Krisztus oldja meg a világot, és ő már megoldotta. Vagy hiszünk benne, és akkor van örök életünk, vagy e világi módon gondolkodunk, és van e világ életünk. A döntés a mi kezünkben van. Isten az élet ura és a történelem ura. Ezért biztatok mindenkit, hogy legyenek olyan kedvesek, misszionáljanak, akkor, amikor oly sok beteg, nyomorult, haldokló, mely halott van országunkban és a világszerte. Ne rettegésben éljünk, nem félelemben, nem Istenben éljünk. Istenben, aki azt mondja nekünk, ne félj. És tudjunk fölkiáltani, Istenem, én mindenem. Tette ezt Tamás, és tette ezt Assisi Szent Ferenc is. Boldog lélekkel készüljünk. Karácsony szent ünnepére egyéb hirdetni való, többek között József atyának a előadása, és stb. Olvasható a szórólapon. Kiadványok hátul, a perselyezés ugye nincsen, ott van a kis kosárka kitéve, oda helyezhetik el adományaikat. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fi és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, követésünk van, járjunk békében.